Ephemeral Shrines, wow. Jó, van, ez egy jó pálya, szeressük. Én vagyok a first pick. Lehetséges, hogy én is bannolok emiatt, bár ez a ban szisztéma még nem teljesen tökéletesen világos a számomra, de én bannolok, jól van. Illidanozni szeretnék, de valószínűleg ki kéne inkább bannolni. Gondolom. Lesz tankunk, szóval nem kell nekem. Hammer. Meg vagy te baszatva. Jó, lehet ezen a pályán nem olyan rossz. Nem akarok supportolni. Úgyhogy próbálkozzunk meg Jaina-val? Esetleg? Jól van. Meg ez a frágó supportol, hogyha akar. The Greymane. Nem. Hol van? Jó lesz Jaina. Reméljük. Egyébként itt van a Greymane. De... valószínűleg a Rangerekkel jobban járunk. Talán. Bár Ravaturra jó kombó lett volna a Greymane. Csak nem szerettem volna a Greymane first picket, mert valami Lilith vagy hasonlót bepikkelne kellene, valami blindolós enemit, aztán... aztán csak nézem és pukeddizek, ahogy meghalok, miközben mindent elmiszelek, amit csak el lehetséges. Nem vagyok jó Jaina-val annyira. Jó, Frágó egy melee assassin-t kéne, hogy pikkeljen. Zeratul vagy. Vagy a jó ég, ugye pont Greymane, mivel nálunk van Lili. Utolsó picknek már jó. Nézzük az enemy, mit szeretne. Csak előbb bannolnom kéne. Ban morál lesz. Ahogy akarod. Morál lesz bannolni egy jó ötlet általában. Túl OP. Eddig egész jó és OP az enemy team, úgyhogy... nem vagyok túl lelkes. Nyilván tudja, hogy azt szint kell pikkelni, legalábbis remélem, hogy ennyit ezért azért vág, végül is őkért a Morales bant, ami azt feltételező, hogy némi nemileg azért ismeri a játékot. Nagyszerű. Nem pont Zeratult mondtam. És Joanna a tankunk, akit már jól ismerünk az előző epizódból. Két specialistájuk van. De ez nem számít fastadnak, így is nagyon sok damage-e van. Egyébként lehet, hogy be kéne fektetnem egy leavingbe, csak az baj, hogy mostában sok mindent kell... lehet, hogy sok mindent kéne vennem. Ugye az előző részben már kitértem erre arra. Például Xul. Például Tracer, amint bejön. És hát amit lesz Tracer, én már nem fogok nagyon jainázni. Ugyanis túlzottan skillshotolós Jaina. És akkor minden... talán az AOE nem annyira idézőjelesen skillshotok, de mindenképp érdemes vele eltalálni az enemit, nagyon érdemes, és ugye Tracert nagyon nem egyszerű eltalálni. Úgyhogy amíg bejön Tracert, hanyagolni fogom Jainát Hero League-ben. Legalábbis addig még le nem sújt rá a Nerf Hammer. Bár valószínűleg amíg nincs Nerf Hammer, addig a Ban Hammer fog rá lesújtani, úgyhogy annyira nem is kell tőle tartani. De az biztos, hogy Jaina egy nagyon rossz hero lenne Tracer ellen. De most Keltas van a lénemen, úgy nézem, az teljesen jó.
Nem igazán mobilis. Úgyhogy teljesen egál nagyjából a damage output is, amit kibírnak tolni. Úgyhogy nem félek annyira a lane fight-tól. Gyakorlatilag a flame strike az majdhogy nem ugyanaz, mint nekem a Blizzard. Oké, elhozta a Frostbolt. Szép volt, szép gank volt az Eratultól. Oh, az baj. Az baj. De sikerült kijönnöm, egy pillanatra elakadt a szavam, azt hittem, hogy simán meg fogok halni, utána dobja a kalapácsát vagy valami. De úgy tűnik nem volt rá manája, úgyhogy szerencsém volt. És pont botos shrine van. Úgyhogy jó helyen vagyok, csak kevés HP-val. Man annyira nem is zavar, az a baj, hogy Jaina nagyon-nagyon squishy. Úgyhogy fél HP-ról pillanatok alatt eltűnt egy gyakorlatilag bárki, még a Johanna is. Nem igazán akarok én bemenni tankolni, végre megjött a Johannánk. Illetve hát Diablo-t akartam, mert nyilván az van az enemy-nél. Takarodjunk innen. Nincsen manám se. Eltemették a Lilit. Meg fogunk döbleni a tankra. Egy AOE-t kéne betolnom nagyjából. És akár double triple kill körül is hozhatnék, de el kell mennem haza. Valószínűleg ezt a Punisher-t meg fogják nyerni emiatt. Túl lassan indultunk be egyébként. De azt sem segített, hogy fél HP, én is manán érkeztem. Lehetséges, hogy már korábban be kellett volna mennem. Illetve haza, egész pontosan. Johanna nagyon beteg. Vagy nem tudom, mi lehet baja. Nem játszik túl jól. Köszönöm a rútot, meg is fogok halni. Valószínűleg az én hibám volt. Bár nem értem, hogy miért nem defelülj. Miért kellett odaadni azt a fortot annyira könnyedén. Egy Punisher nem tolhat be több, mint egy fortot. Ennyit nem érhet egy Punisher. Simán le kellett volna shutdown-olni őket már a saját fortunknál. Amíg még állt. Igen, lassan a szólózást befejezhetnénk. Talán. Jó kezdtünk, de most ugyanolyan szarul folytattuk, ahogy az előző részben az enemy csapat. Mondta, hogy nincsen jó érzésem ezzel a meccsel kapcsolatban. Nagyon. Már a piknél volt. Volt egy rossz érzet bennem, és az a baj, hogy beigazolódni látszik. Szép lassan. És ez baj. Nem tudom, hol lett az FPS-em. Jobb lett volna, most marad meg. Teamfight közben, illetve fight közben. Hiszen majdnem megöltem a fastadot. Egy kombóval. Ez igen. Nem tudom, én tolom, amit bírok. Ennyi van Jaina-ban is kész.
érzi azt, hogy a healerünk sincs a helyzet magas tatán. Annyira. Sokkal nagyobb baj, hogy megint nincs manám. Most megint meg fogok halni. De nem. Nem valószínű. Hát elmegyek haza. Ezt is el fogjuk bukni. Még egy Frostboltot megpróbálok betolni. Az a baj, mona nélkül, hát Jaina meg van halva. Tehát egyszerűen az összes abilitémhez mana kéne. Mivel spell damage-erről van szó. Elég gyérmeccs, az igaz. Ahogy már többször elmondtam, nem mondanám, hogy miért már garantált lose, vagy ilyesmi. Csak már nekik van ultiuk. Oké, menjünk innen a fenébe. Megölt majdnem a Punishernek az a szarja. Punisherük megint elhoz több mint egy fortot. Végre leszették. Vagy hát leszettük, de... Oké, okay, ne kapjon el a Poison Nova, please. Fine. Hát ez... Gyérmes nagyon. Ring of Frost talán jobb legyen, de jó ég tudja. Oké. Okay. Hozzuk el a campet, jó ötlet. Ők is azt csinálják éppen. Oké, Embers-től kell több manát erre a campre, menjünk inkább fightolni. Végre van ultink. 10 és 12 között olyan hatalmas különbség már nincsen, mint például 8 és 10 között. Oh-oh. Help! Ulti esetleg. Befogtam az egész kibaszott csapatot. Majdnem, 4-et az 5-ből, de... Jó, megöltük a Xul, a személyén, Blizzarddal. De... Szörnyűek vagyunk. Azt ma, ezért mondtam, hogy nem szabad azt hinni az előző meccs alapján. Mindegyik olyan lesz, mert... Magunkat csapjuk be, és örülnék, ha nem afkolná a ranked meccs kellős közepén. De afkol ranked meccs kellős közepén, ez jó. Igen. Hál' Istennek. Na végre visszajött. Közben egyébként Shine van, senkit nem érdekelnek ilyen apróságok, mint a Map Objective. Francba belétek már, de utálom az ilyen meccseket. Talán egy shrine-t elhozunk, ha van egy kis szerencsénk.
Nem. Aj. Oh lord. Ki halt meg? Persze, hogy ezer a túl. Mondom, a Punisher szedte le csak, hogy még szép is legyen a halála. Jó van. Oda nem állunk be, hülyeség volna. Oké. Sikerült kiszednem a Frostbolttal az erát. Illetve hát eltalálni nyilván a halált, ami nagyon messze állt az illetőt. Brightwing-et elkaphatja az era túl, hanem buta. De lehet, hogy csak bebételnek minket. Még mindig mínusz két szint. Rendkívül jó meccs. Élvezetes. A legkevésbé sem egyébként. Igen, elmegyek egyedül szólózni, ez rendkívül jó ötlet. Ne csináljátok. Van ultim egyébként. Ne, elkapott a Poison Nova. Akkor megyünk innen a fenébe. Ezt a shrine-t is el fogják hozni, biztos vagyok benne. Hiszen mondom, két szint előnyben vannak konstas, ráadásul még most két ember halott is tőlünk. Mondjuk ide felélednek, pont lesz shrine. Nem kizárt, hogy már addigra elhozzák, mire odaérünk. Tankunk meg, szólózik, baton, teljesen jó ötlet. Mindenki így csinálja, különben semmi értelme ennek a játéknak. Ezt nem tudok itt csinálni. Van ultim, ez mondjuk jó. Ha jól el tudom tolni, de... Nem, mondjuk elég szépen visszaverjük őket, úgy tűnik. Na, megy ez. Megy ez. Nehogy már itt hagyjatok. Baszki. Hát kösz. Én biztos egyedül nem fogok visszamenni. Jel vagyunk egy-két szinten folyamatosan kisebbek, inkább kettővel, mint egyel. Így is elhoztunk kettőt kettőért. Tehát nem... Még mindig nem mondanám azt, hogy teljesen esélytelen ez a mes. Nyilván alig pusolunk, tehát mint látjátok, mind a hat fortjuk el. Még az is lehet, hogy egyrészebbé az előző meccs tükörképe lesz ez a mai. Csak hogy visszarángasson a valóság szilárd és rögös talajára. Bizony ilyen egy átlagos Heroes of the Storm match. Nem mondom azt, hogy minden csapattársam rossz és haszontalan. Az biztos, hogy... hogy elég gyengék a legtöbb. Sajnos. Öljétek már legalább a Diablót. Nekem kellett megölnöm az autót. Oké.
csúnyán Mr. Frostbolt, Punisher, aki egy helyben áll, frusztráció megcsalhatatlan jelei. Jó. Most meg a... Jó. Azt hittem most meg a Nazibu AFK. Azért az a 61.000 hero damage. Az nem kevés. A csapatomhoz, sőt még az enemy csapatához képest sem. Mondjuk elég sokszor állnak szorosan egymás mellett, ezért az ultim nagyon-nagyon sok embert el szokott kapni. Nem játszanak jól Jaina ellen, ennyi az egész. Nem kizárt, hogy meghalok. Úgyhogy megyek innen. Megölt köti abló, de ez nem meglepetés, nagyon jólózik. Persze nem mondhatjuk, hogy rosszul csinálja, hiszen 53.000 euro damage van. Simán out damage-elik, Xult, Keltaszt meg mindenkit az enemyben. Ami rendkívüli. Hogy miszelhet el a duplavét a Zeratul 3 cm-ről? Hát ez könnyebb volt mellé lőni, mint eltalálni vele az enemyt. Oh god. Ay. We should attack him. The shrine is gone. Ezt az izét kéne megölni, mert újra termeli a kutyákat. Azt. Oké. Okay. Újabb shrine, talán odaérünk egyszer végre. Én lennék a legboldogabb, hogy elhoznánk egy immortált. Hát így nem. 4v5 van. Megint, mert a Zeratul egy idióta. A tank. A tank topon szólózik. Engedje el, mindegy. Idióta ez a csapat. The demons have summoned an arcane punisher. Jó Zeratul vagyok, amikor jó csapatom van, hát... Igen. Ha jó csapatunk van, akkor nyernénk 4v5-be, és akkor nem kellene, hogy jó legyél. Úgy könnyű jónak lenni, ha mindenki jó. Nem baj, legyen vége. Már csak azt kívánom. Király volt. Szép, igazán megvárhattad volna a 20-as talentet és a Indestructible-t, amíg bemegyünk teamfight-ba. Lehetséges, hogy nem lett volna egy olyan nagyon rossz ötlet. Fuck. Borzasztó meccs. Mégis 6-5-2-be voltam. Emlékszem, tehát srácok, most teljesen őszintén és tényleg mindenféle hipokrácia nélkül, nem hiszem, hogy ez a meccs rajtam múlt volna, megint csak. Nem biztos, hogy abszolút tökéletesen játszottam, de hogy ennyire fejetlenül játszottak a csapattársaim, az azért mesébe illő. Kicsit úgy éreztem magam, mint az előző meccsen bármelyik enemy, viszont az előző meccsen az enemyből egyetlen olyan se volt, aki a dolgát maradéktalanul jól tette volna. És mondom, lehet, hogy én se, de... Hát a számok egyrészt nem hazudnak, másrészt meg
azért az tényleg elég brutális, hogy megint nem bírtunk letolni, vagy most mi nem bírtunk letolni egyetlen fortot sem. Tehát, ja, ez egy szar meccs volt, de remélhetőleg legközelebb javulni fogunk, addig is minden jót nektek, srácok. Sziasztok!